2024. április. Irán hatalmas rakétatámadást indított Izrael felé. Az összehangolt támadás több mint 300 drón, rakéta és lövedék alkotta. Az izraeli légvédelmi rendszer számára ez volt az eddigi legnagyobb kihívás. Izrael azt állítja, hogy az ellenséges rakéták és drónok 99%-át elfogta. De mégis hogyan lehetséges ez? Ez egy több rétegű légvédelmi rendszer, amely számos mozgó részből áll. Egyes esetekben szó szerint. A legbelső réteget a teherautókon vontatott rakétaegységek alkotják. A vaskupola, amely rövid hatótávolságú fenyegetések, például rakéták és aknavetők ellen irányul. A vaskupolát az Egyesült Államok segítségével fejlesztették ki, 2011-es bevetése óta több ezer rakétát fogott el. Izrael azt állítja, hogy a rendszer 90%-os hatékonysággal működik. Ezután következik Dávid paritjája a közepes hatótávolságú fenyegetésekhez. Ezt úgy tervezték, hogy 40 és 300 km közötti távolságból kilőtt ballisztikus rakétákat lőjön le. Ezt is az Egyesült Államokkal együttműködve fejlesztették. A legkülső réteg pedig a nyíl, a nagyobb hatótávolságú ballisztikus rakéták ellen. Ez a föld légkörén kívül az űrben működik, ami lehetővé teszi a nem hagyományos robbanófejek biztonságos szétszórását. Függetlenül a módszertől a rakéták elfogása költséges dolog. Egy nyíl elfogó rakéta ára 2 és 3,5 millió dollár, azaz mintegy 720 millió és közel 1,3 milliárd forint között van. Média jelentések szerint az iráni támadás elleni védekezésre 110-et használtak el, ami 385 millió dollár, átszámítva közel 140 milliárd forint költséget jelent. A Dávid paritjája rendszer közepes hatótávolságú rakétái egyenként körülbelül 360 millió forintba kerülnek. Becslések szerint csak az áprilisi művelet 550 millió dollártól 1,1 milliárd dollárig terjedő összeget tett ki, ami átszámítva 198 és 396 milliárd forint között van. Van egy másik fontos rendszer is, Izrael légiereje, ami szintén kulcsfontosságú része a védelemnek. Mindezek mellett olyan új eszközök bevetését is tervezik, mint például a lézerrel működő fénypajzs, amit Izrael több rétegű és sikeresnek tűnő légvédelmi rendszerébe akarnak majd integrálni.